Sziasztok, szép estét kívánok! Csütörtök este van, játszunk egy kicsit, mindenképpen. Ráadásul pont ma, hát ma megjelent a Little Nightmares 2, micsoda véletlen, és nekem nagyon tetszett az első rész, úgyhogy játszunk a másodikkal is. Az elsőt itt játszottuk végig, YouTube-on fönt van, vissza tudjátok nézni, ha szeretnétek. Nekem az nagyon tetszett ez a játék. Izgatott vagyok itt a második rész kapcsán is. Úgyhogy nézzük. Nézzük. Így van. Itt van a játék. Kíváncsi vagyok, hogy milyen újdonságokat hoztak be. Kezdjük is. Hello, szép estét! Elvileg az irányítás az ugyanaz. Jó. Még kis dobozka van a fején. Na gyerünk. Jó, oké. Na, mász fel. Köszi. Oké. Csak nem egy csapda. De nem tudunk felugrani, ez biztos. Igen, az magas. Megpróbáljuk idehúzni ezt a valamit, vagy ide tolni. Oké. Eddig jó. Fogd meg. Ez az. Szuper.
Eddig sima ügy. Ajaj. Még jó, hogy most mondtam, hogy sima ügy. Hát ez még ilyen tutoriál rész. Itt akkor följövünk. Szerintem majd ezzel a kötéllel kell átlendülni. Elsőre Neo is leesett, szoktuk mondani. Kérdés, hogy ott marad-e? Nem. Jó. Vajon ezen föl tudok mászni? Föl, oké. Ő nem akar minket bántani majd. Nem, jó. Miért csak 25 FPS a stream? Hát erre állítottam be. A 30 FPS nekem olyan fura. 60-at meg nem igényel a játék. Legalábbis szerintem. Mert mennyinek gondolnád, mennyi lenne a jó? Mit javasolsz? Ezt, hogy fölhúz a csapda 60 FPS-be? Aha. Elhiszem. Hát, igen, az kétségtelen. Van elég folyamatos, hogy 60-nal menjen, de... Viszont, hát igen, igen. Később lesz a rész, hát.
Most ez ilyen. Ezek a csapdák, ezek... Ezekre figyelni kell, én úgy gondolom. Ezt beledobjuk oda. De akkor fog meg. Hogy tud ilyet? Carry the weapon? Ez az első részben nem volt. És szóközzel ütök. Oké, világos. Fuck! Sejthettem volna, hogy itt is vannak csapdák. Na de most akkor. Cirkumveniáljuk. Jó, végül is. Így is jó. Na, nézzük. Tényleg annyira állítottam. Tényleg 25-re. De ilyen 25-tel vagy 50-nel streamelek, attól függ milyen a játék. 30-60-nal sose szoktam, mert az olyan fura. Főleg a webkamera vagy 25 vagy 50-en működik nálam. Nem, 50-en nem tud, szóval 25-ön. Ezért állítottam ennyire. De tényleg különösebb oka nem volt. Meg ezt úgy még aránylag bírja a gépem meg a netem. Az 50-et, hát néha röcög. De ja. Ide most gondolom be kéne jutnunk. De nem így, hanem így. Egy varrógép. Be tudunk oda menni valahogy.
Hát streamelni tudna, ha csak streamelnék, de én rögzítem is közbe, 1440p-be. És az úgy már, hát ennél a game-nél szerintem simán menne. De van, ami már nem bírja, maradjunk annyiba még ez se. Nem tudom, mit csinálok. Valahogy más fele kell menni. Igen, az is 25. Csak az nagyobb felbontás, meg nagyobb bitrét. Mert hát a Twitch az jelenleg ennyit bír. Itt van egy balta. Lehet, hogy ezt tudjuk fegyvernek használni. Igen. És ezzel verjük szét majd az ajtót. Gondolom én. Hogy vonszolja. Jó, megijesztettük. Igen, lehet, hogy nem baltába kellett volna ráverni az ajtót. És akkor most nem ijedt volna meg. Jól láttam, fölfele szaladt, ugye? Aha. Valaki nagyon pakol. Család. De ne félj, nem bántalak. Azt hiszem, bár itt ezt nem lehet tudni. És így lesz a játék, ilyen co-op, akkor ha jól értem. Tehát most már van társunk. Ott a kulcs. Gyere, segíts! Oda kellene egy fogantyú, gondolom azzal lehet majd letekerni. Feltételezem. Kérdés, hogy a fogantyú az erre van-e, vagy erre visszább. Mint hogy a másik irányba. Nem, erre nincs semmi. Oké. Okay. Csak már itt átugrunk, akkor hirtelen most nem láttam, hogy tudunk visszajönni. De lehet, hogy itt a fiókon majd.
Oda kell egy kurbli. Jó, ezt meg kell szokni, hogy van ilyen lehetőség. Már ide. Már ide. Basszus. Hát. Tedd fel. Ez az. És mire beszél ezt? Így most nem nincs meg. Na teked. Ó. Értem. Fog meg, ez az. És akkor most ugorjak oda. Minden világos. Megvan a kulcs. És most el tudja tenni, igen, ez mondjuk az első részben egy kicsit olyan idegesítő volt, hogy fogni kellett, mindegy amúgy. Csak. Gyere ide, gyere ide! Elment? Lehet elszaladt. Francba. Majdnem meg volt pedig. Na jó, akkor menjünk, ott lent volt egy lakat, lelakatolt ajtó. Arra megyünk tovább. Itt. Ez a hátsó ajtó. Ez itt a tábori budi. Itt már sok-sok csapda. Na. Hogy kéne. Oké. Na, ennyi? Hát még lehet, hogy elég is. Így van. Mik ezek a hangok? Recseg a padló. Shit. Utás van.
Akkor lehet, hogy nem is futni kell. Hát vagy nem ész nélkül kell futni. Igen. Ez fontos. Gyere már! Gyere már! De. Ja, erre! Oké. Okay. Jó, már látom, látom, látom. Gyere már! Jó, mehetünk. Szerintem leráztuk. Hát, átugrunk mi itt. Hát ez most kiderült.
Nem. Vagy legalábbis... Mit javasolsz, kedves barátom? Hogy csináljuk? Jó estét, szia Miska! Amúgy közel volt. Ez itt mire jó? Jó. Na jó, de... Segít. Hát de... Ja, az is jó, ha ott hagy. Na jó. Mert ahogy elengedem, rögtön leesik a híd, nyilván. Tehát ő így most át tud menni. Én ezt elengedem, és rögtön leesik. Kormáz. 3 szó kell neki szólni, mint a rossz gyereknek. De én odáig el tudok ugrani. Hát jó. Simán. Oké. Jó. Szuper, szuper. Jó. Hát akkor menjünk tovább. Hello, Dufes. Na már megint itt van. Ez az orvadász. Futi! Fusse! Fuss! Ne ugrálj, ez nem Fortnite. Bassz meg. Mert az a baj, hogy... hogy ugrálok közben, mintha Fortnite-oznék, pedig ez nem az. Ott ugrálnak a gyerekek állandóan. Fuss, fuss, fuss. Tévé. Bele a ganyéba, nem baj. Le is merülök. Na, mehetünk? Direkt nem néztem tegnap a streamet. Na. Menjünk tán. Vagy nem megyünk? Ja, jó, így. Oké. Okay. Nem,
Ne tolj már ki, baszki! Kitol a fényre. Gyerünk, 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 tipli, tipli. Oké, gyerünk tovább. Így van, Miska, pontosan. Ezt nem tudom, miért csináltuk. Várják, el fognak repülni. Nem. De... shit. Mindenképp, Miska, gyere progra trollkodni egyértelműen. Akkor itt futás van. Gyere, gyere, gyere! Haladjunk! Oké! Az igen! Azt a mindenit. Hát erre nem számítottam. Kórház végig? Oké. Köszi, hogy szóltok egyébként, mert fogalmam nem volt róla. Nem, amúgy olyan sok hosszú stream úgy se lesz. Lehet, hogy el se jutunk addig a részig. És szerintem holnap este folytatjuk. Ja, álljak rá és betolsz. Na gyere! Csapjad neki. Hát akkor jövök, segítek. És így megyünk. Dubfesz, én hallottam valami ilyesmit. De még nem próbáltam. Miska, a Steam-en már ott van. Tehát meg lehet vásárolni, letölteni. Így-így. Én nem kaptam, hát miért kapnék korai hozzáférést, hát. Nyilván a nagyoknak van, természetesen. Bocsi, srácok.
Ez olyan, mint a városom anno 1800-ban, így dől össze az egész. Megérkeztünk, akárhova is jöttünk. Nem jössz? Na gyere! Hát az ott kicsoda. Lehet, hogy valamilyen collectible esetleg? Gondolom, már első részben is volt ilyen, akkor lehet, hogy ez is az, de majd meglátjuk. Oké. Okay. Ez egy étterem. Vagy valami ilyesmi. Az üzemi menza. Egy csomó tévé. Na tarts bakot. Jó. Ugye most ő nem tud átjönni. Jó. Igyekszem. Mire jó ez? Mindjárt megnézzük, hogy... hogy mire jó ez. Lehet, amúgy az égvilágon semmire. Csak akkor miért van ott? Okvetlenül dufesz, egy ilyen lyuk mindenképp hasznos dolog tud lenni. Csak mit kell vele csinálni? Jó, oké. Mindent értek. Le kell rúgni a tévét. És már itten is vagyunk. Egyen föntebb. Hello, Ceva.
Jó, jövök már, jövök. Ott áll a tévén a haver. Na gyere! Zsír. Akkor mehetünk. Odáig? Odáig, oké. Jó. És akkor hova megyünk? Mondom erre. Így van. Nem jó. Nem még kapcsoljam ki. Gondolom. Tudom, mit kell csinálni. Még ez nem olyan meglepő. Rémiás, hát kicsit olyasmi, de ez lenne e-sportlabor nélkül is. Én nem tudom, mit kell csinálni. Legyen egyenes. Hát. Oké. Behúzott a tévé. Hát ez ilyen. Ez volt az eleje. Azt hiszem. Ezt láttuk a elején.
Jól vagy? Oké. Na. Menjünk. Ez ilyen iskola? Talán. Mint ha valami olyasmi lenne. Mindjárt kiderül. Csak bemegyünk. De nem itt. Micska, most már mindegy. Igen, csak iskola ez. Sok tankönyv, meg ott voltak ilyen hátizsákok. Ő lehet, hogy az igazgatóasszony. Ez itt meg egy kor. Na most lekapcsoltam a villanyt, most nem látok semmit. Jó. Nézzünk el erre. Az igen. Ez már kollégium. Van fönt egy fűrész, nem föl lehet azért menni. Nem. Hát lehet, hogy valami általános iskolai kollégium miska, azért nincsenek vodkás üvegek. Hát vodka, kinek van arra pénze? Csak a Dunai muskotáj az a menő. Én itt nem láttam most hirtelen semmit, de körülnézünk. Ide nem lehet menni. Mi történik, ha lekapcsolom a villanyt? Hát akkor látunk valamit a koli szobába. Koli szoba, hát na, ebbe a szobába. Köszönöm, nem látok itt semmit. Vagy lehet, át lehet valamivel lyukasztani a festményt. Mert hogy a fény ott jön, alapvetően. Kötelek? Hát azon szárad a ruha valószínűleg.
Hát, vagy leverjük. Így van, az is jó, ha leverjük. Na, gyerünk! Gyere, Pajti! Közben Dufesz. Nagyon szépen köszönöm az 5 hónapot. Köszi, haver. De jó. Igen, Dufez. Van már. Az igazgató asszony. Vagy úr, hát mindegy. Vagy ami. Egy diák. Gyere vissza! Hello, Ninja Raccoon. Nem, nem. Fuck! Direkt nem néztem meg, Ninja Raccoon. Mikor láttam a dátumot, hogy mikor jelenik meg, elhatároztam, hogy mi fog történni. Itt a majom az első részből. Nem biztos, hogy erre kell jönni, bár mondjuk merre kéne. Megint reflexből ugrok. Nem szabad ugrani. Ez. Hát igen, még Borsod megyénél is veszélyesebb. Hűha! Hogy lerúgta? Na, a kérdés az, hogy fölvegyem el a kalapácsot és úgy menjek utánuk, vagy na jó, csak megyek. Shit.
akkor keresnünk egy másik utat. Rémihes. Hello, haver! Te oszt? Na, egy kellett volna egy... egy kalapács. Bocsi, csak közben röhögök itt. Na, haver! Te most rossz emberrel kötözködtél. Visszük magunkkal. Fuck! Hát, a Ninja Raccoon nehéz különbséget tenni. Mindkettő szórakoztató. Kell egy kulcs. Igen, igen, poroszos az oktatási forma. Fuck! Már bocsánat. De hogy vettek észre? Ja, lehet, hogy prog egy megy. Ezt nem lehet tudni. Ha. Az igen. Oké. Okay. Na akkor a kulcs biztos, hogy kell. Valahogy földöntjük a szekrényt, fölvesszük a kulcsot. Hát van értelme ide elbújni. Ezzel nem tudunk mit csinálni. De akkor valószínűleg el kell bújnunk. Gondolom erre meg nem lehet jönni. Nem. Nem lehet. Na akkor próbáljuk meg, gyorsan fölvesszük a kulcsot. Gyorsan. És... gyorsan elbújunk. Thank you.
Na. Nekem is rémlik valami ilyesmi. Menni, vagy nem most kell arra menni. Várunk egy kicsit. Reménykedjünk. Oké. Megmenekültünk a tanárnénitől. Talán. Jó. Basszus, azt hittem, hogy ez olyan kis sapkás lény, amit meg lehet ölelgetni. De akkor nem. De akkor mit csináljak vele? Mondjuk az a cső az ott... Na mi van? Viszont ez a cső az kellene nekünk. Mert... ezt így szét kéne verni vele. Akkor oda lopakodunk, elveszük a vascsövét, és jól szétverjük a fejét vele. Legalábbis ez a terv. Nem fogta meg. Hello, para. Köszi. Na még egyszer. Nem tudom, hogy mennyire lehet lopakodni. Elvileg előbb, lehet, hogy észrevesz előbb-utóbb, de... észrevesz. Valamivel el kéne terelni a figyelmét. Thank you.
Ne arra! Jó. Semmi gond. Nem, mint hogyha valami... Hát lehet para. Lehet, hogy valami lépés kimarad, valamit kihagyok. De lehet, hogy ezt kell csak kicsit gyorsabban. Csak föl kell kapni a vascsövet, ezt elszaladni. Fogd be! Nincs más, de mindjárt hú lesz ez csak. Na, hát ez ilyen. Az a baj, hogy kell a vascső aztán, hogyha... Ha nem tudom kihozni a vascsövet, akkor... Igen, nem bírom kihozni, akkor meg le kell vele verni. Le kell neki sózni egyet. Aha, és akkor most. Kösz a tippet. Oké. Ah, hozzuk a csövet, nem hagyjuk itt. De, itt hagyjuk. Elvileg...
könyvtár. Lehet, nem is erre kell jönni, de mindjárt kiderül. Nem, nem erre kell jönni. Vegyem fel a bizbaszt, jó. Ha látnám a bizbaszt, persze. Ja, várjál, nem lehet ezt... És itt van bizbasz, amit föl lehet venni. Ó! Köszi, hogy szóltál, Miska. Láttam, hogy van ott valamilyen konzervdoboz, de a fene se tudta, mi az. Fuss, fuss, fuss. Embertelen reflexek. Csak szólok. Milyen hitbox volt ez? Na jó. Újra. Menjél már. Az egyetemi könyvtár? Hát... Rég voltam már arra. Látni kéne, hogy merre kell menni. Hát nem erre. Itt a polcon. Azaz. Jó Russell Norvig könyve. Nem erre kell jönni. Most nem megevett. De akkor merre kell menni? Ó!
És akkor erre... Tán... Nem. Vagy utána? Nem. Erre se nagyon van semmi. Vagy visszafele. Erre biztos, hogy... Nem, nem erre. Ugorjak neki erősebben. Az azt jelenti, hogy erősebben nyom a szó közt. Ez érdekes. Biztos nem. Nem, itt nem tudok felmászni. Sehol, gyakorlatilag. Erre sincs semmi. Érdekes. Arról jöttünk. Itt én még nem látok semmit. Vagy csak nem látom. Nehéz a tudomány. Oké. Este van már. Ilyenkor nehezebb mindig koncentrálni egy kicsit. Okay. Jó, ide kell egy kulcs, ez biztos. Mekkora sakbábúk. De jó. Kicsit ilyen szuperliminál PTSD. Okay.
Vigyük magunkkal, hát ha jó lesz. Há, igen, kicsit oda van az öreg, de a bajusz az teljesen rendben volt. Nem, erre nem tudok felugrani. Hűha. Ha egyáltalán kell itt nekünk bármi érdemlegeset is csinálni. Bár akkor minek kéne ide jönni. Ott van egy csúszli, ha jól látom. De azzal nem lehet mit csinálni. Ez valami rejtvény? Mondjuk nyilván rejtvény, csak... Nem is tudom, hogy ezen volt. Aha, nem, az a másik. Jó, erre kell majd raknunk a másikat. De ide nem tudunk szerintem felugrani. Nem. Jó, nézzünk el a marra. Hát ott van valami. Mondjuk ez a fejez... Igen. Erről majd föl tudunk már majd ugrani szerintem. Nem. Ugye ez megy ide a túlsóra. Elvileg. Ez megy. Nem ott. Ide. Ez pedig, ha minden igaz, ide. És nem történik semmi. Ez az. Persze, mert fordítva raktuk fel. Egy dolgot kellett volna megjegyeznem. Na. És fölkapcsolt a villany. Ami jó. Valamit ez szerintem kinyitott, vagy ilyesmi. Mattot kéne adni? Hát... Szerintem ez... Hát igen, ezzel szerintem mattot adtunk, ja. Így első ránézésre. Aha. Ja. De rég sakkoztam már. Na jó, hát még ez egy csak körülnézek itt, hogy valami történt-e itt. Nem. Jó, akkor menjünk tovább, aztán majd meglátjuk, hogy ez mit eredményezett.
Így itt el tudunk menni a másik irányba is. Hoppá! Nem tudunk elmenni a másik irányba. Jó. Mi történt? Ez nagyon nagy kérdésem. Hogy oké, mattot adtunk, és akkor... Hogy ide föl lehet ugrani? Ne! Tedd vissza! Jó, megvan a kulcs. Nem gondoltam volna, hogy ez a lámpa így ilyen kis rejtek ajtót nyit. De megvan, ez a lényeg. Vedd le azt a lakatot. Mivel? Na gyere! Gyere, keszeg! Hű! Vagytok még? De nem tudtam átmenni a kanállal.
Nincs kanál, ez így van. Tehát nem, nem... Nem megy át. Na meg... Én meg nem tudok... Lehet nem kell menni még. Spodressa van? Na gondolkodjunk. Szokott segíteni. Ez tök véletlen volt. Lehet ilyet csinálni. Az igen. Hülye gyerekek. Mit? Nem, tök véletlenül vettem fel a fejet. Na bal... Üsek vissza? Tudod, mindig úgy kezdődik a balhé, hogy visszaütök. Nem tudom amúgy, hogy kell visszaütni. De tényleg... Nem, szerintem nem is lehet sajnos. Nyomnék meg egy tocskos, de... Na, hülye gyerek. A tanár néni az csak nyújtogatja a nyakát. Lehet, hogy most szünet van, nem is a óra. Nem tudom, hogy merre kell menni. De gondolom erre rájöttetek ti is. Otra is. Mindig jobbra. Ah.
Tényleg. Jó. Oké. Újra zacsi fejem van. Ott egy gomb, amit hozzá kéne vágni. Mondjuk ezt a befőttes üveget. Csak ha ez itt most összetörik, azt lehet, hogy... És akkor most... Ja, ott a másik. De ezt hogy hozom le onnan? Á, vagy lehet nem is arra kell menni? Oké. Jó. Hát király Dominik, azt mondom, hogy köszi, de sajnos ilyen funkció nincs nálam. Hát sajnos, nem sajnos, nincs. De amúgy köszi a követést meg, hogy itt vagy. De... Kell is hidratálni amúgy. Hát igen, lehet, hogy tényleg jobb lenne kontrollerre játszani. Mert azzal ügyesebb vagyok. Hát majd, ha már lehet, majd beváltod a sok-sok pontot. De akkor miért van? Na, mindegy. Lehet, hogy fölöslegesen tornázok itt. Ezt a kötelet kéne elkapni, de hát... És akkor ezután el tudjátok képzelni, hogy hogy néz ki, amikor én a Tomb Raider-rel játszok. Hello, stopsoros. Hát amúgy... Én mennék már most is edzőterembe, ha lehetne. Ha valami hiányzik nekem ebből, akkor az legfőképp az. Már ebből a sok korlátozásból, hogy oda nem tudok menni. Oké, fölmászunk ide. Hát, hogy onnan elérem a kötelet. De nem. Oké.
Gamer! Azaz. Oké. Jaj, az agy le ne essen. És most mi történik? Vagy lehet, hogy pont azzal az aggyal kell megdobni a gombot. És ki azt mondja, hogy törünk össze mindent. Akkor legyen így. Na lássuk. Ha! Sose gondoltam volna. De jó. Itt a tanítónéni. Szerintem ő a biológia tanár. Határozottan. Szegény békák. Na, eridj innen. Fél 11, így van, 10 órai szünet volt. Fél 11-kor. Fuck. Nem vagyok itt. Kéne itt mászni. Na. Hernádi Mihály, ez nem volt szép. Nem mondj ilyet. De való igaz, hogy vannak gondjai a levegővétellel. Ninja Raccoon, én nem nevetek.
Nem csak a múlt pedig. Ilyenkor észrevesz, lopakodni kell. Mondjuk legalább el lehet bújni. Szék alá kellett volna. Francba. Szék alá kellett volna bebújni. És előről, nyilván. Semmi, nem vagyok itt. Semmi nem történt. Ó, baszki. Kicsit hamar indultam. Ezt le lehet lökni. Nem akarom lelökni. Na vidd ezt a májat. Vagy mit. Az előbb a táblára írt. Kijöttünk, szerintem itt kellene fölmenni. Benne, gyere ide! Jó. Oké. Aha! Nyilván miért kell a... Vedd már föl a... Ez az. Szevasztok! Ekkora volt, amivel bementem. Na, akkor még egyszer. Vagy verjek le a kalapáccsal. Így is jó. Á! Értem, mindent értek. Bű! Na gyere! Okay. Na, vagytok még? De már, nekem ez a kalapács, ez kell. Jó. Kalapácsot nem hagyjuk ott. Fű! Hoppá! Azt nem mellé üt. Mondjuk legalább innen folytatjuk, és megvan a kalapács. Ez jó. Na gyere!
Azt hiszem nem látlak. Elhamarkodott volt a dolog. Nem baj, újra. Semmi gond. Kösz, stop soros. Na te kis fasz. Ez is a kalapáccsal. A barátom. Na gyerünk, megvan a barátom akkor. Hová? Köszi Ninja Raccoon, hogy itt voltál. Jó rakétázást! Hát nagyjából ugyanaz lesz para, mint eddig. E-sporton, mint korábban is. Mi történik, ha ezt... Aha. Kisgyerek jó erőben van. Azért azt meg kell hagyni. Na. És tönkretettük a zongorát. Mi mindenre jó a zongora, ugye? Oké. Ide kell egy kulcs. Szerintem nincs nálunk kulcs. Nem, nincs nálunk. Jó. Na tarts bakot. Átmegyek.
Újra most jól. Így. Ah. Hello. Nem tudom, miért gondoltam, hogy csak oda megyek, azt elveszem a kulcsát. Nyilván nagyon keverni ezt is, persze, hát. Kulcs. Ezt ki tudjuk nyitni? Ketten ki. Oké. Mit szólok az, hogy 72 ember van egyszerre? Hát... A hallgatóknak szüksége volt a kreditre. Hát legyen. Volt már, nem is tudom eddig mi volt a legnagyobb, 40 fő talán. Szerintem még lehet, hogy talán nektek volt ilyen 40 fős. Fogd már meg azt a kalapácsot. Nem is kell kalapács. Jó, hát nekem így is jó. Menjünk tovább. Hiszen 41 fő volt akkor. Hm, 44, igen. Topsoros, amúgy nem is rossz ötlet. Csinálunk egy ilyen Warzone turnamentet. Na ide már a fejlesztők is úgy gondolták, hogy kell egy kis help, bekrétázták a... Annyira azért nem vészes. Tényleg nyomunk egy turnamentet, pontrendszer, minden. Ki a legtöbb pontot összegyűjti. Az megajánlott ötös. Hát igen, ez... Én tudom mire gond... Mire gondol, meg miért mondja. Az a baj, hogy... Nyilván ilyen online oktatási rendben mindegy lenne, a ZH meg a vizsgajavítás, ami szívás. Ne hagyd abba.
szerencsét! Menjél már, menjél már! Menj! Beakadt. Jó, mondjuk legalább itt vagyunk. Az igen. Jó, meg vagyunk. Hát igen. Nyakmozgás ez azért nem semmi. ...820 pont lett az e-sport könyvelésed? Hát, az biztos valami bunda volt akkor. Annyi pont összesen nem volt. Nem, hát emlékszem, hogy sok pontot volt, de elhiszem. Nyilván te vagy az a hallgató, akit nem kell kétszer kérni, hogy videójátékokkal játszom. Na. Most akkor benne maradunk örökre? Azt hittem. Húzzuk már ezt oda. Érdekes. Nem lehet innen... Nem. Hagytunk így semmit szerintem. Nem. Továbbra is jobbra kell menni. Ó, bocsi srácok. Bocsi. El is fogyott a vizem.
Néha olyan... És akkor most mit csinálja? Mit simán csak kiugrik. Te figyelj már! Valahogy be kéne csukni ezt a kukát. De hogy lehet becsukni a... Hát csukjon be a kukát, oké, de hát... Ezzel nem vagyunk mondjuk előrébb. De hogy? Toljam neki, de hát mint? Minek? Toljam neki befele. Azt hittem csak jobbra-balra lehet húzogatni. Így már oké. Köszi, köszi. Nehogy itt belemerüljek, aztán kicsit túl szaladjak. Szóljatok rám, hogy hol kell abba hagyni. A kórház végét mondtátok. A kórház még nem volt. Nehogy baj legyen. Ez mi? Semmi. Ja de! Egy esőkap. Ez ő! De jó. Hogy is hívják? Six, ugye? Six, azt hiszem. A kis haver.
Six, így van, így van. Ez már kezd egy kórházi ágynak kinézni, úgyhogy akkor valószínűleg ez a kórház. Hát gyerünk be. Ja. Mondjuk, lehet, hogy mi itt most megállunk. Ugyanis már kezd este lenni, illetve hát holnap óra van, meg ilyesmi. Viszont szerintem holnap folytatjuk. Én úgy gondolom. Viszont most tényleg megállunk, mert már kezdek elfáradni. Este van már nagyon. Úgyhogy mi hamarabb befejezzük, mint lehetne. Egy kicsivel. Jó? Úgyhogy innen folytatjuk majd. Hát, ez továbbra is egy nagyon-nagyon jó kis játék. Nagyon tetszik. Hát ugyanolyan hangulatos, mint a előző volt, gyakorlatilag tényleg teljesen ugyanazt hozza. De azért egy kicsit többet is, mint ez a ilyen kóp jellegű mechanikával, ez tényleg szerintem nagyon szuper. Jó, úgyhogy folytatjuk majd, hát szerintem holnap, de majd meglátjuk. Így van, és még vödör is van benne, stopsoros, a vödör az... Igen. Az a plot twist tulajdonképpen. Hát para azóta nem néztem az Nvidia-s broadcastet, majd megnézem, csak most nem nagyon volt vele időm, nem tudom miért volt bugos, tényleg így beindítottam az OBS-t és kihagyott. Úgyhogy... De majd jó lenne beüzemelni, mert az tényleg sokat dobott szerintem. Jó, rendben van. Na, én nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltatok, hogy elkezdtük ezt a Little Nightmares 2 játékot. Nagyon szépen köszönöm a followokat, csíreket, szubokat, donéteket. Subaton Greenslee-re? Á, nem. Ilyesmit ne. Szóval nagyon szépen köszönöm a támogatást, de legfőképpen azt, hogy itt voltatok és néztétek. Szerintem folytatjuk holnap, de majd meglátjuk. Nem ígérem, mert azért a péntek este már péntek este. Viszont holnap 10 órától e-sport óra van. Ha gondoljátok, nézzetek be. Még én sem tudom, mit fogunk csinálni. Nem tudom. Oké, és na, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Kívánok nektek jó éjszakát, további kellemes napot, további kellemes hetet. Na, szevasztok!